Hát történelmi pillanat, Budapesten játszhat egy magyar versenyző. Én abban reménykedem, hogy a végső leszámolás napját éljük, és Jani tovább tud jutni. Hogy látod az esélyeket? Ugye neki azért már voltak European Tour mérkőzései, sőt, hát nagy kalapja is. Bizony, bizony. 2016-ban, ha jól emlékszem, úgy jutott ki egy European Tour trofira, hogy a kvalifikációs elődöntőben Krisztof Ratajszkit verte 6-5-re, majd utána Raymond van Barneveldet 6-3-ra. Bizony. Ugye Barneveld világbajnok volt, Ratajszki pedig most már lassan ilyen top 10-es, ugye, versenyző, annyira jól megy neki a játék. Bizony, bizony. Szóval, ha ezt a formáját tudja ma reprodukálni, akkor legyőzheti szerinted John Mernand, aki jelenleg a 106. a világranglistán? Szerintem le. Uh-huh. Le tudja győzni. De jó lenne. Mernand, lássuk. Azért ő neki olyan előnye van már, hogy volt már többet színpadon, ugye háromszor volt a World Cup of Darts-on, sőt idén is ő fog menni Kovács Patrikkal. Igen, Penge Pállal is ugye volt már ő duettben, igen, páros VB-n. Igen, és ugye például játszott Simon Whitlockkal 2 éve Érden. Bizony. Nem mondjuk ez egy ilyen bemutató mérkőzés, amit elveszített akkor, de gyerünk, Jani! Hát az első magyar. A búradobást azt elhozta, nézzük, hogy kezd. Ó, az ötös. 45. Itt is van ugye búradobás. Van, igen, előtt, igen, mérkőzés előtt úgy döntik el, hogy ki kezdi a mérkőzést, igen. Jó lenne azért hallani a magyar szurkolók hangját is egy ilyen mérkőzésen. Meg lehet ám zavarni Mördent, úgy gondolom. Ó, 30. 30-as. Tegyük ezt még oda, mondjuk a lámpaláz számlájára. Igen, igen, igen. Majd bemelegszik János. Mörnem sem kezd valami fényesen. Egyelőre ismerkednek a viszonyokkal, meg a táblával. Na, ott lesz az a 20-as már. 55. Igazán itt ugye nem az átlagokon lesz majd a hangsúly, hanem meg mindig is a duplákon, hogy a végén a checkoutok hogyan fognak menni. Bizony. 43. Egyelőre még nincs baj. Hallani, hogy háttérből kiabálnak Morzsinak, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon. 81, megjött az első tripla. Jó. De nincs semmi kiszállón. Mörnen is nagyon magasan hagyta magát. Egyébként nemrég játszott Peter Wright-tal, és kapott ki 6-4-re Mörnen. De például megverte Adrian Lewis-t, vagy Chris Dobbit is a közelmúltban. Tehát komolyan kell őt venni. Amíg nem jönnek a triplák, Mörnennél addig nagy baj nincs. Egy 60-as. Eddig nála is csak egy jött. Hát meg lehet ez a kezdőleg. Gyerünk, kéne a tripla. Ott is jó. Van, bizony, nagyon jó. Ott az a második is. 180! Végső Jánosi az első, hibátlan. 180-as a magyarok közül. És le tudja tolni 50-re. Minden magyar legnek körülni kell egy ilyen versenyen. Dupla 20-ra 2 nyíl. Fölötte az első. A tötösbe! Nem baj. Mörnen következik 118-ról. Ezt meg lehet oldani. Jön a tripla. 18 és dupla 20. Nincs nem. Benne. Nagyon fölé vágja. Gyerünk Morzsi 35-re. Meg kell csinálni. 3, nagyon jó, 16-os, dupla 16-os, dupla 8, nincs benne! Dupla 20, Mörnen. Dupla 10-re, dupla 5-re. Igen, nem csinálja meg! Gyerünk, János, gyerünk! Dupla 4-es! Ott van benne, 1-0!
25 nyilas leg, de bánja a kánya! Megvan az első leg! Na, de fontos ez a jó kezdés! 100-as, Mernon. Igen, a lényeg, hogy elkapja a tempót, Morzsi, és a saját legjeit hozza, ha az megvan, akkor tovább jut. Ez az örülnék néhány breaknek is. Há, hogy ne. Nyugodtabb lenne az ember. Egy kétleges előnnyel. Ugye 59. Ő az, aki egy rövidebb mérkőzésen, ha tényleg elkapja a fonalat, akkor képes egy tartós 90 fölötti átlagra. Bizony. Hát szóval... ugye Patrika nagyon sokat játszanak együtt, és ugye jelen pillanatban tévés közvetítés alatt Patrika az egyetlen, aki 100 fölötti átlagot tudott dobni, de többször elkapja a Patrikot és megveri. 140, nagyon jó! Igen, kell ez, és gyűlik a nép. Egyre többen foglalják el a helyüket a sörpadoknál. 140, Mernon. Nagyon igen. Szép! Úgy van, nagyon jó! 177, csodaszép, 40-re kerekít, nagyon jó! Elképesztő! Meg lehetne a break, de várjuk ki a végét! Egy triplaja Mernonnek. Ezzel most nem foglalkozunk, meg kell csinálni a dupla 20-at. Ott van benne, 2-0, nagyon jó! 2-0, na, álomkezdés! Úgyhogy ugye mind a ketten nagyon nehezen melegedtek bele ebbe a mérkőzésbe. Szerencsére mi fiunk előbb. Jön a tripla 19, még egy. Nagyon jó, 96, egyre stabilabb, Jani. A győztes megkapja különben a második kiemeltet, a portugál José de Souza-t. Rácsúszott, nem baj. Ojoj. Sajnos az is. És az is. Ezt gyorsan felejtsük 19, el. Igen. All 123, Mernon. Egyelőre ő sem túl stabil. Kéne most, nagyon kéne még két tripla. 85. Száz. Azért mennyire udvariasabb a magyar közönség. Az angolok ilyenkor már rég üvöltöznének az ellenfélnek. Igen. Kérdés ugye, hogyha tényleg itt a nézők kőkeményen elkezdenek szurkolni, az mennyire zavarná vagy segítené Janit ebben a helyzetben? Természetesen a Facebook csoportunk továbbra is működik, lehet kérdezni, ott is lehet szurkolni. Igen, és minden mérkőzés után kitesszük a mérkőzésnek a statisztikáit. Közben 2-1, változik az eredmény. Mernon hozza ezt, és ugye tud brékelni, ami nem egy jó hír. És jól kezdi ezt a leget. Hat van csak. Mernon különben 37 esztendős, 24 grammos nyilakkal dob. 140, és 10 éve a PDC tagja, korábban a BDO-nál is szerepelt 5 évig. Hát Morzsi ilyen is sokkal fiatalabb, és egy 22 grammos Eric Bristow nyílt használ. Igen, de van olyan versenyző, aki 16 grammos nyílt használ ezen a versenyen.
Igen? Igen. Csak jön az a tripla. Elég kedvező helyzetben Murnan. Igen. Ott jön a tripla alul nagyon jól. 96 a dobás. 112-n várja a lehetőséget, Jani. De hát nincs olyan sajnos. Megcsinálja 2-2. Ő Jani húga Adrien. Végső Adrien. De még mindig megvan a helyzeti előny, a kezdés joga. 140, nagyon jó. Ez az ötösért nagyon nagy kár. Még mindig ötös? Alul jön a fűszer 57-tel. Ez a szerencse. Igen. Kicsit megmentette ezt a kört, Jani. Oh, 125-ös, válaszol, kőkeménye Murnan. Nagyon kemény, nem hagyja magát. 60. Nincs még kiszállón. Kéne egy magasabb érték most. Ja, egy tripla kell mindenki. 170-re a Big Fish-re viszi le. Csak hát Murnan triplával kezd. Ott a második is. 174-je 20-ra. De kemény kerekítés volt ez. Az ebből már nem lesz kiszálló. 57 a dobás. Dupla 10-re az angol. És benne van elsőre. 0-2-ről fordít 3-2-re. És ő kezd. Ugye végső János már elég régóta azért ott van a mezőnyben, 6 évet töltött például a BDO-nál is, de említetted azt, hogy azért ő még mindig dolgozik, tehát nem tud ebből megélni. Persze, persze, hát egy kaktuszkertészetben dolgozik egészen pontosan, Jani. A főnöke is dárcos. Ja, hát így könnyű. Akkor elengedtem egy kicsit korábban. Igen, igen. Nem a film, mennyire nyugodtan. Csak még ezt pakolt ki. Jó, ez nem rossz. Gyerünk, gyerünk, menni kell tovább. 33%-os Janinak a kiszállózása, 43. Murnané. 180! A mai mérkőzésen ez az első. Igen, és megtörheti Jani lendületét. Igen, hát az a helyzet, hogy kezd rátalálni a saját játékára Murnan. Igen. Hát ugye az első két leg után Janinak volt magasabb az átlaga, 78, Murnannek csak ilyen 75, és most már ugye a hatodik leget játsszák. 95-ös átlaga van most Murnannek. Hát, Janinak ugyanígy maradt az a 78. 20, dupla 20. Benne van, csinálja. 4-2. Úgyhogy az első két leget végső hozta. Még mindig van esély, de most ezt a kezdést, ezt egész egyszer el kell vinni. Óha. Ugye a nagy akarásnak néha nyögés a véget, tehát biztos vagyok benne, hogy azért nem mondja ki végső János, de óriási teher van ilyenkor egy magyar játékoson. Hogyne, persze. Főleg, hogy ő játszik először, ugye? Bizony, bizony.
140, nagyon szép. A másik úgy magyar, Jagica Gábor majd a ma délutáni program végén játszik, nagyjából 4 óra körül lép majd ide, neki Velszi ellenfele van, Levi Williams. Igen, őről sokat lehet tudni, 19 éves srác, egy-két Player Championship szerint már elindult, de most inkább ezt nézem. Hatvanas. Na most itt ragadjon a lehetőség. Ragadjon is le egy ilyen köröknél. Igen. Nagyon szép. 85. Ez már így kiszálló 147. Ott liheg, egy ott liheg végső nyakán, folyamatosan Mernon. Nagyon szép. 48-ra kerekít. Az meg lehet két nyíllal. Bizony. Na nézzük. És így van is esély rádobni, mert ebben már nem lesz kiszálló. Nincs más alternatíva végső, János, meg kell ezt most csinálni. Nagyon jó, dupla 20-ra két nyíl. Még mindig dupla 20. Benne van, nagyon jó, 4-3. Úgy van. Na, ez még csak a küldetés egyik fele, most kéne egyet brékelni. Vajon mennyire inog meg Mernon? Eddig jó. Nagyon jó az első tripla. Második is benne. 140, nagyon jó. Az, persze, jöhet a taps, kell is a taps. Bizony, MSE is örül, most Bosza MSE a párja végső Janinak. 100-as. Hatvan pont. Picit megtorpant most végső. Kellett volna az egy tripla legalább, hogy legyen egy kis lélektani előnye. Igen, a tömegelésen is. Mindig megvan így. Igen, kéne javítani. 80 alatt volt legutóbb végső, 79,6-es átlaggal. Igen. Mönené 92 fölötti. Nagyon jó, 96. Ó, de szép. Ott leragad a 18-asnál, aztán... Kéne válaszolni erre. Százas, nagyon jó. 169, ez nem kiszálló. Nem bizony. 84-ig tudott lejönni. 100. Gyerünk, meg lehetne 105. Ez, oldjuk meg lehetne. Így nem lesz. Tripla 3. 96 a maradék. Tripla 20. 93, tripla 19. Nem. 74-ig törtök lejönni. Na hozzá a sajátját, Mernon. Nagyon biztosan dobta azt a tripla 20-at. Nincs nem benne! Hozza. Gyerünk! Egyelőre nem 74. Hozza! Meg kéne ragadni ezt az esélyt! Benne van, nagyon jó, dupla 16. Új, még egy nyíl! Benne van, nagyon jó, védén! Na! Hú, de hullámzó meccs. 2-0-ra végső vezetett, aztán Mernon elhúzott 4-2-re, most 4-4. És mind a kettejüknek kettő leg kell a továbbjutáshoz. De végső kezd. Férfian. 59-el. Igen, hát minden leg egy új fejezet, tehát el kell felejteni, mi történt az előzőben, nagyon kell koncentrálni végig. 60. Ez sem jobb. Most már jól jön.
140, nagyon jó. Igen, igen. Na végre jön már az ováció. 140 ez is. Tapad rendesen Murnán a magyarra. Az nagyon mélyre ment. De szép, 96-tal. Jönnek a triplák most Murnánnél sajnos. Murnán már kiszálló van 9 nyíl után, 161-en. De ez így jó lesz. Még egy tripla 20 kéne. Úgy van, 140, nagyon jó. Na, próbáljuk meg. Nézzük. Nagyon jó, 68! Mit csinál? Még egy nyíl! Nincs benne! Hú, mekkora lett volna. Bullal kezdett, óriási. Szereti. Óriási. Mörnenek ez nem jön be, ő is arra ment ám. És nincsen meg a zöld 21 se, hogy 50-et tudja folytatni, úgyhogy van esélye a 16-tal újra átvenni a vezetést Janinak. Ez most kellett nekünk nagyon. Nagyon. Dupla 8, 3 nyíl az 5-4-hez. Nincs benne. Nincs benne, dupla 4! Ott van benne 5-4! 5-4 a győzelem kapujában a magyar! De nagy lenne, az is óriási, hogy nyert ötleget. Azt hiszem. Húha! Murnan kezd. 140-nel. Követni kell. Üldözni kell. 46-os csak. 41, jól van, most kéne egy nagyobb. Ott vannak az átlagok. Még mindig 80 alatt van János, de még jön a tripla, nagyon jó. Második ez is. Az. Számú kiesett a harmadik. 120. Nem baj, nem baj. Mert nem próbál nyugodt maradni. 140. Jó, kiemelte. Az jó. 19, nagyon jó. 134, jó. Nagyon jó. Fej-fej mellett mennek a legben. 140, igen, 40-re kerekített Murnan. Tehát lesz esély az 5-5-höz, az biztos. Találj triplát, nem jött, 56 adobás. Dupla 20 jön az angolnak. Megcsinálja. Megvan. A mindent eldöntő leg következik, kedves nézők. Végső János és John Murnan mérkőzése. Itt a Hungarian Dance Trophy. Egyessel kezd! Csak, alul csak jött a fűszer. Tegnap fociban azért az angolok jobban elbántak velünk. Néhány méterrel arrébb. Ajaj. 120. Az érdekes volt. Igen. Látom a harmadik egy pillanat, hogy hova menne, takarásban igen. Volt. 140. Jól van. Valószínűleg kipattahatott, hogy nem vettük igen. Észre, túl közel mutatta a kamera. Ú, nagyon tolja. 180. Senki nem kiabál. Senki. Ne integessen annyira Murnan. Mi figyeljünk a mi fiunkra. 100-as. De még nincsen kiszállón. Murnan sincs. Jönnek a triplák neki sajnos. 100-as. 101 marad. Gyerünk végső, Jani. Fölötte az első. Alatt a második. Áj, 41! Az egyesbe! Ez most nem fér bele! Főleg így nem!
egy meccs nyíl. Nincs benne! Nem csinálja meg! 142-re! Nem csinálja meg! Neki kell menni ennek a 142-nek. Megvan az 57. Nem lesz kiszálló, csak kerekíteni tud. Viszont jön a Bull. Nagyon szép volt a kerekítés. Három meccs nyíl Murnan előtt. Dupla 5. Ötös. Dupla 5. Úgy van! Gyerünk! Na, meg lehet! Horzsi, meg lehet! Dupla 8! Nincs meg, még mindig dupla 8! Dupla 4! Meg kell csinálni! Nincs meg, és akkor! Úristen! Hú, mindenki a fejét fogja itt az arénában. Megint megyünk vissza Murnanhez. Dupla 5. Fölötte. Fölötte. Benne van. És benne. Ez a vége. De nagy kár érte. Volt meccsnyila a továbbjutáshoz végső Janinak. Fúha. Majdnem megvolt a csoda. Hát ez van. A tény viszont az, hogy itt John Murnan 6-5-tel legyőzi végső János, és ő folytatja tovább majd José de Sousa ellen. Nem baj, remek teljesítmény volt, egy jó kezdés a négy magyar közül, az egyik tehát kiesett, de lesz még ma három. Majd Jagica Gábor, Levi Williams-szel találkozik. Most szünetet tartunk, és jön Thomas Lovely és Kin Berry mérkőzése. A vereség ellen azt mondjuk, bravo Jani, bravo. Pontosan, bravo Jani.